A köpönyeg. Azon szakosztályban, de nem. Jobb, ha meg sem mondom, micsoda szakosztályban. Nincs dühösebb nép a világon, mint mindenféle szakosztályok, regimentek, irodák, szóval minden szakbeli tisztviselő. Mai napság oda jutottunk, hogy saját úri személyében minden egyes a társadalmat hiszi megsértetnek. Minap is bizonyos megyefőnök, bizony nem tudom már melyik városból, allomás szerint panasz nyújta be, melyben kimutatja oly tisztán, mint a nap, hogy az állam rendje felforgattatik, sőt annak szent neve egyenesen gyalázatot szenved. Bizonyítékul azt mondják a panaszlevélhez egy roppant kötet regény csatolt, melynek minden tizedik lapján egy megyefőnök lép fel, olykor bizony ittas állapotban is. Hogy hát kikerüljünk minden kellemetlenséget, nevezzük a szóban forgó szakosztályt inkább csak bizonyos osztálynak. Tehát bizonyos osztályban szolgált bizonyos tisztviselő, hogy jelentékeny, azt nem éppen mondhatnók, alacsony termetű, kisé ragyás, kisé rőthajú, kisé bizony rövidlátó is, a homloka fölött egy kisé kopasz, ráncok a két pofáján, a cínálom a bizonyos szín, amelyet aranyeresnek szokás mondani. No de, ha ki tehet róla? A pétervári égaj benne a hibás. Mi rangját illeti nálunk mindenek előtt a rangot kell megmondani. Aféle volt, mint örökös címbeli tanácsosnak, amit hívnak, mely osztály ellen köztudomás szerint váltig élceskedtek, csipedőztek bizonyos írók, akik azon dicséretes szokással vannak megáldva, hogy mindig abba kötnek, aki nem tud harapni. E tisztviselő vezetékneve Basmacskin Cipővarga volt. A név látnivaló cipőtől származott valaha, de mikor, mely időből, s miképp származott a cipőtől, hát erre nem tud senki sem. Apja, nagyapja, sőt, szépapja, röviden valamennyi Basmacskin Csizmában járt. Azt is kétszer-háromszor, ha a talpaltatál meg egy esztendőben. Kereszt és apai neve Akakievics Akakivala. Az olvasó ezt talán kicsi különösnek, keresetnek találja, de biztosíthatom, hogy éppen nem keresték, hanem úgy jött magától, hogy más nevet nem lehetett adni neki. Történt ugyanis a következő módon. Akakievics Akaki, ha emlékezetem nem csal, március 23-ra Virradon született, megboldogult anyja, egy hivatalnok neje, s igen derékasszonyság, annak a rendje szerint éppen keresztelni akará a csecsemőt, az anya még ágyban fekvék, átelemben az ajtóval, jobbról komja állott Jeroskin Ivanovics Iván, nagyon derék férfiú, s kiszolgált aktuárius, arról komja asszony, Belobruskova, Szevenovó Arina, a feltármester felesége, a ritka jeles asszony, három nevet adtak fel a betegnek, hogy válasszon. Mokkius Szósziusz, vagy ha jobban tetszik a mártír, Kozdeszáta. Nem, gondol a boldogult, ezek előtte még ilyen különös nevek. Hogy kedve teljék, más helyen ütötték fel a naptárt, megint három név, Trifilius, Dula, Brachasius. Isten csapása, mondta az öregasszony, miféle nevek már ezek? Teljes világi életemben nem hallottam ilyeneket. Ha mégis Baradat vagy Barauf, hát az más te, Trifilius meg Barachasius, tovább lapoztak, ismét ezeket találták, Pausikasius, Baktisius, na, most már elálltam, na, válaszolt az öreg. Bizony, egy csepp nevese lesz. Ha így van a dolog, inkább hívják úgy, mint az apját. Az apja Akaki volt, legyen a fia is Akaki. Így módon lett az Akakievics Akaki a nevezett. A csecsemőt megkeresztelték, mely alkalommal elkezdett sírni, és olyan képet vágott hozzá, mint a sejteni, hogy belőle címzedes tanácsos lesz. Ez hát ilyetén módon történt. Csupán azért említjük, hogy az olvasó meggyőződjék, hogy mindennek szükségképpen így kell megesni, s hogy más név teljességgel nem volt kapható. Mikor, ki által jutott az osztályba, arra senki sem emlékezett. Bármennyit változtak az igazgatók, vagy más feljebb valói, őt mindig ugyanazon a helyen, ugyanazon állásban, ugyanazon foglalkozásban látta az ember, mint ugyanazon iktatót. Míg végre úgy vették, hogy hihetően a világra is
tetőtől talpig készen kellett jönnie, amint van, köznapi egyenruhában, kopaszos fejjel. Az osztályban a legcsekélyebb figyelemmel se voltak iránta, a szolgák nem csak ülve maradtak, ha keresztül ment a termen, hanem rá se hederítettek, mintha légy repült volna ott el. Fejebb való zsarnoki hidegséggel bántak vele. Holmi aktuárius segél oda dobta neki az iratokat, éppen az orra elé, annyi író csak ennyit is mondott volna, írja le, vagy ez igen érdekes, jeles darab, vagy akármi egyéb nyájas szót, mint emberségtudó írnokok között szokás. Ő pedig elvette csak az iratot, látta, nem, hogy kiteszi elébe, s van-e hozzá tapintata. Elvette, és azonnal neki fogott lemásolni. A fiatal hivatalnokok kinevették, csúfolkodtak vele, már ameddig iroda viccel győzték. Füle hallatára mindenféle kalandokat, amiket előre kicsináltak, beszéltek róla, és a 70 éves öreg gazdaasszonyáról elmondták, hogy veri, ez meg az. Kérdezték, hogy mikor fog már megházasodni. Apró papírdarabokat szóltak a fejére, hogy esik a hó. De Akakijevics, akaki mindezekre egy árva szót sem felelt, mintha se nem látna, se nem hallana. Sőt, még a munkába se háborítana ez a kötődés. Egyetlen hibát nem ejte az írásban soha, de soha. Csak midőn a tréfa nagyon kiállhatatlan lett, ha a könyökét lögdösték, és nem engedték dolgozni, akkor szólalt fel. Hagyjanak nekem békét, minek bántanak engem? És oly valami különös volt a szavakban, a hangban, ahogy kiejtette, volt abban valami olyan szánalomgerjesztő, hogy egy újonnan kinevezett fiatalember, ki a többi példájára szintén szabadságot vett volt magának csúfolkodni vele, egyszerre abba hagyta, mintha kés ütött volna a szívében. És azon idő óta minden megváltozott, minden más színben tűnt fel neki. Mintha bizonyos túlvilági erő vonná el a pajtásaitól, kikkel összebarátkozott vala, becsületes, művelt fiúknak tartván. Soká még azután, legvégabb perceiben is előtte lebegett a kis iktató képe, kopasz a somlokával, amint szívre hatólag mondja, hagyjanak nekem békét, minek bántanak engem. S e szívre ható szavakban még ez is hangzott, testvéred vagyok. És akkor a szegény fiatalember eltakarta kezével az arcát, és élete folytán később is sokszor összeborzott, látva mennyi embertelenség van az emberekben, mennyi szilaj durvaság lappanga finom, művelt külső alatt. Ó, boldog Isten! Még oly emberben is, kit a világ nemesnek, deréknak ismer. Alig élt vala a hivatalának valaki úgy, mint ő. Keveset mondanék, hogy buzgón vitte, nem, ő szeretettel vitte a hivatalt. Neki a másolásban egy saját változatos, kellemes világ nyílt meg, gyönyör tükröződött arcán. Némely betűk kedvencei valának, ha ezekhez ért egészen odalőn, mosolygott, kacsintott, segített a szájával is, úgyhogy arcvonásaiból ki lehetett volna olvasni minden betűt, amelyet tolla odavete. Ha a buzgalmához aránylag megjutalmazták saját ámulatára, még talán államtanácsos is lett volna belőle, de ő, mint élcelődő tisztársai szokták mondani, nem a gombjukába szolgál keresztet, hanem a fájdalmat a kereszt csontjába viselte. Az egyéb iránt nem mondhatni, hogy egészen figyelmen kívül hagyták. Valamelyik főnöke, aki jó ember valas, őt a hosszú szolgálatért meg akar rá jutalmazni, meghagyta, hogy fontosabb dolgot is bízzanak rá, mint a puszta másolást. Nevezetesen kész iratokból jelentést kellett volna szerkesztenie egy másik hatósághoz. Az egész dolog annyiból állt, hogy a címeket meg kell változtatni, és itt-ott az igékben harmadik személyt tenni első helyet. Ez olyan kővágás vala neki, hogy egészen kivelte az izzadság. Dörzsölte a homlokát, végre mondán, nem, ez nem megy, inkább adjanak másolni valót. Azóta mindig a másolásnál hagyták. E foglalatosságon kívül úgy látszott, hogy mi sem létezik ránézve. Öltözetével egy cseppet se gondolt. A köznapi egyenruha, amelyet viselt, nem valamár zöld, hanem valami verhenyő, lisztesbe játszó szín, a galéria keskeny, alacsony, úgyhogy a nyaka, amely éppen nem volt hosszú,
kinyúlt és rendkívül hosszúságúnak tetszett, mint azon gipszmacskáké, melyeket külföldi oroszok seregestül hurcolnak a fejükön eladni. Aztán mindig volt a kabátján valami széna vagy cérna szál. Azon ritka ügyességgel is meg volt áldva, hogy valahányszor az utcára ment, mindig azon pillanatban tudott valamely ablak alá érni, amikor a szemetet ledobták, aminek következtében örökké volt a kalapján dinnye mag, vagy ilyesmi. Soha életében egyszer se ügyelt arra, ami az utcán történik, amire, tudjuk, tisztársai, az ifjabb hivatalnokok szüntelen figyelmet fordítanak. Hisz az utóbbiak szemessége hát odáig is terjed, hogy még azt is észreveszik, ha a túlsó járdán valakinek a nadrágjáról a talpaló leszakadt, ami őket mindig dévaj mosolygásra ingerli. De Akakievics Akaki akármire nézett, mindenütt csak a maga egyenesen írt, ékes sorait látta, csak olykor, ha véletlenül maga sem tudná, hogyan egy lófej nehézkedett a vállára, és egy jó adag szelet fújt a képire az orrajukain, akkor vette észre, hogy nem a sor közepén, hanem az utca közepén jár. Ha hazakerült, tüstént asztalhoz ült, káposztalevesét mohón bekanalazá, megette húsát, hagymával, s anélkül, hogy arra ügyel, nem ilyen íze van, megette legyestül, mindenestül, mit a véletlen közé vegyített. Mikor aztán sejti, hogy a gyomra puffadni kezd, felugrott az asztaltól, elővette tintatartóját, s elkezdé tisztázni a magával hozott iratokat. Ha pedig ilyesébben nem akadt, akkor a maga gyönyörűségére készíte másolatot, teszem, ha valami nevezetes okirat van a kéznél, nevezetes nem irája a szépségei által, hanem mert valami új vagy fontos személyhez vala intézve. Még azon órákban is, mikor a szürke pétervári ég teljesen besötétül, és midőn az egész hivatalbeli nép már terjedte magát, kiki, ahogy bírta fizetéséhez és étvágyához képest, midőn már mindenki pihente magát, túlpercegéstől az irodákban, szaladgálástól a maga vagy más ügyében, szóval mindattól, aminek az elpusztíthatatlan emberi nem magát, szükségen túl is önként aláveti, mikor a hivatalnok siet ideje maradványait a kedvtöltésnek áldozni. A műbarát színházba röpül, más az utcára, hogy üres perceit női kalapok szemlélésére fordítsa. Harmadik az estét azzal tölti el, hogy egy csinos leánynak a tiszti köröske csillagának udvaroljon. Míg ellenben egy másik, és ez a gyakoribb eset, ereszkedést valamely tiszti társához veszi útját, két-három lépcsőn fel, pár kicsiny szobába, hol előszoba vagy konyha is van, s már némi úrias igények jelesül egy lámpa vagy ilyesmi, aminek vétele sok áldozatba, sok lemondásba került, ebédekről, kirándulásokról. Röviden még akkor is, ha a többi hivatalnok kiki barátja kisded lakásán vistezik vagy. Vagy teát üvegpohárból, karalcáros kétszer sült el élvezi, mikor hosszúszárú pipából füstölve osztás közben valami pletykát mond el, mely hozzájuk az előkelő társaságból szivárgott, mert ez soha semmi körülmények között el nem felejti az orosz, vagy akkor is, ha semmi beszélni valója nincs, s az örökös anekdótát emlegetik még és melegítik föl az egyszeri kormányzóról, kinek jelentést tettek volt, hogy valami istentelen kéz a Péter emlék lovának elvágta a farkát. Egy szó, mint száz, akkor is, midőn mindenki szórakozást keresett, Akakievics Akaki megvont magától minden időtöltést. Nincs ember a világon, aki őt valaha valamelyes esti mulatságba látta volna, miután az írással kedvére jól lakott, feküdni ment, és már előre mosolygott a lelke örömében, ha a holnapi napra gondolt, és arra, hogy mit rendel az Isten néki holnap lemásol. Így csöndesen folyval a élete férfiúnak, ki 400 rubel fizetés mellett meg tudott sorsával elégedni, és így módon talán késő vénséget is ért volna, ha mindenféle szerencsétlen eset nem volna a világon, ami nem csak címbeli tanácsosok, hanem az udvari, titkos, valóságos, belső titkos és minden lehető egyéb tanácsosok életösvényén is el van hintve, sőt, még azokén is, akik senkinek sem adnak, senkitől nem fogadnak el tanácsot. Péter várott minden tisztviselőnek, aki nem húz több fizetés 400 rubelnél, van egy halálos ellensége. Ez a halálos ellenség nem más, mint ami csikorgó északi hidegünk. Na, különben azt mondják, hogy ez nagyon egészséges,
Reggeli 9 órakor, tehát épp az idő tájt, amikor minden utca megtelik az irodába menőkkel, olyan heves, olyan csipkedő fricskákat oszt valamennyi orrnak, hogy a szegény hivatalnokok sose tudják, hogy hova tegyék. Oly időben, mikor még a magasabb állásúaknak is megfájdul a homloka a hidegtől, s könny torul szemeikbe, a szegény címzetes tanácsnokok egészen védelem nélkül ki vannak téve. Egyedüli menekvésük abban áll, hogy vékony köpenykéjükben oly hamar átfutják az 5-6 utcát, amint csak lehetséges, aztán a kapusnál mindaddig toporognak, amíg útközben összedermedt képességeik és tehetségük megint felolvad az illető büró számára. Akakievics Akaki darab idő óta kezdi észrevenni, hogy kivált a hátán és a vállán, nagyon átjárja a szél, noha a lehető leggyorsabban igyekszik a szabályszerű távolságot megfutni. Végre eszébe ötlött, vajon nincs a köpenyének valami baja? Amint otthon jó szemügyre vevé, azon fölfedezésre jutott, hogy 2-3 helyen jelesül a hátán és vállain, olyan kopott, mint a vászon. A posztó annyira el volt kopva, hogy keresztül lehetett látni rajta, s a töltelék szétcsúszkálva. Tudni kell, hogy Akakievics Akakinek a köpenyével is sokat csúfolódtak az irodában. Régen megtagadták tisztes köpeny nevét, és fölleghajtónak hívták. Valóban csodálatos is volt az ő minémisége. Galléria évenként apadt, mivel a többi részek kifoltozására szolgált vala, de a foltos hely sem igen magasztalá a szabó művészetét, ellenkezőleg dísztelen és otromba volt biza. Látván Akakievics Akaki hányat ütött az óra, úgy találta, hogy ides tova szükséges lesz a köpönyeget Petrovics Szabóhoz vinni. Ja, a negyedik emeleti a hátulsó lépcső felett lakozik vala, s dacára, hogy csak fél szeme volt, és egész arca tele himlőhelyjel, nagyon jó sikerre foltozgatá a tisztviselők és más emberek kabátjait, nadrágjait, természetesen, ha józan volt, s agyában nem forgottak magasabb tervek. E Szabóról nekem tulajdonképpen nem is kellene sokat beszélnem, de ha már be van hozva, hogy a beszélyben minden jellemet teljesen ki kell festeni, hát mit csinálja? Petrovicsnak is állnia kell. Eleinte csak úgy pusztán Gergelynek hívták, valami uraság, személyes jobbágya volt. Petrovicsnak akkor nevezte magát, amikor szabaddá lett, és elkezdett ünnepenként inni, mint a csap. Elég csupán a sátoros, de aztán különbség nélkül minden ünnepnapon, ahol csak a naptárba kereszt vala. E tekintetben hű maradt atyái szokásaihoz. A váltig is pörölt emiatt a feleségével, akit világi érzelmi asszonynak, németnek szidott. E nőről is, ha már éppen nyelvünkre jött, kell mondanunk egy-két szót, csak hogy fájdalom róla nem igen tudni egyebet, mint hogy a Petrovics neje volt. És nem bekötött fővel, hanem főkötőben járt. Valami kitűnő szépséggel úgy látszik korán sem dicsekedhetett. Legfőjebb a gárda katonák pillantottak főkötője alá, ha találkoztak vele, és ilyenkor a bajuszukon egyet fintorítva egészen sajátszerű hangot adtak. A Petrovicshoz vezető lépcső, igazat kell neki szolgáltatnunk, csupa egy víz volt az öblögetéstől, öblögetőlétől, át meg átjárva azon a szemmaró szesz illattól, mert tudjuk a pétervári házak hátulsó lépcsőin kikerülhetetlen. Amint Akakievics Akaki a hágcsón ment fölfelé, már azon járt az esze, mennyit fog kérni Petrovics, és föltette magában, hogy nem ad többet 2 rubelnél. Az ajtó tárva nyitva állott, mert a gazdaasszony halat főzvén olyan nagy füstöt csinált volt a konyhába, hogy széjjel se látott az ember. Akakievics Akaki keresztül ment a konyhán, anélkül, hogy a háziasszony észrevette volna, és végre a szobába jutott, ahol Petrovicsot egy nagy, festetlen asztalon ülve, igen, ott találta, maga alá szedett lábbal, mint egy nagy török basát. Mint minden szabó, ha munkába vont, mezít láb jutott, először is jól ismert újja tűnt szemébe, ami Akakinknak csodálatosan összezsugorodott, teknős béka hévastagságú és keménységű körmével. Nyakába egy matrink, sejem és szérna volt akasztva, térdén valami ócska rongy,
Három perc óta vesződik már, hogy a tűbe cérnát húzzon, de sehogy se talált belé, amiért nagyon bosszús vala. Nem csak a sötétre, hanem a fonhára is morogván a foga közül, hogy nem akar belemenni a semmire kellő jószág. Mert úgy megharagszom, hogy még a... Akakijevics Akakinak nem volt kellemes oly pillanatban érkezni, amikor Petrovics haragudott. Leginkább akkor szeretett nála megrendelni valamit, ha egy kisé rózsaszín kedvet csinált magának, vagy mint a felesége szokta kifejezni, pálinkával teleszítta magát a félszemű ördög. Ilyen állapotjában könnyű volt vele boldogulni, engedett rá át mindenre, sőt, meghajtotta magát és köszönte szépen. Aztán természetesen odament az asszony, rá a nyakára az illetőnek sírva, ríva, hogy az apjuk részeg volt, nagyon keveset kért, de csak egy pár garassal kellett megszerezni, s a dolog helyre volt ütve. Most azonban úgy látszott, hogy Petrovics józan, s így durva, embertelen, képes ördög tudja minő árat követelni. Akakijevics Akaki észrevette hányadán van, szeretett is volna, mint mondják, tüstént eloldalogni, de már késő vala. Petrovics folyvást feléje sandalgott az ő egyetlen szemével, s Akaki önkéntelenül megszólalt. Jó napot, Petrovics! Jó napot, édes úr! Válaszolá Petrovics, Akaki kezére pislantván, hogy lássa, miféle zsákmányt hoz. Halló, de Petrovics, én az véget öttem. Ugyanis tudni kell, hogy Akakijevics Akaki legtöbbnyire ragokban, igehatározókban, kötszavakban, és nem egyszer oly patriárkulákban szokta magát kifejezni, amelynek semmi értelmük nincsen. Ha pedig valami fontos tárgy forgott szóban, akkor szokása volt a mondatot még csak be se végezni. Igen, gyakran például e szavakkal kezdte beszédét. Azaz, hogy minden esetre különben is, de utána mi se következett? Igen, semmi. Maga is elfeledte, azt hívja, hogy már elmondta. Nos, hát, kérdé Petrovics, mielőtt egyetlen szemével Akakinak egész egyenruháját megtekintette. Galériától az ujjáig, szabását, ráncait, gombjukait, ami előtte mind jó ismerős valamet, hiszen ő varta. Ez már szokása minden szabónak. Ez az első, amit tesznek, ha összetalálkoznak az emberrel. Tudod, Petrovics, hát az igen, a köpenyeg. Látod, a posztója még egyebütt jó erős, csak egy kicsit belevette magát a pól, azért olyan, mintha ócska volna. De tulajdonképp azon új, csak imitam ott egy kicsit a hátán, az egyik vállán egy parányit, meg van kopva, és azon kívül még ezen a vállán is egy parányit, látod, ennyi mindössze. Éppen nem sok munka. Petrovics elvette a felleghajtót, előbb kiteríti az asztalra, sokáig nézegette, csóvált a fejét, és az ablakba nyúlt egy kerek burnót szelencéért, mely valami tábornok arcképével volt ékesítve, hogy melyikével, azt nem lehetett tudni, mert a kép helye be volt bökve ujjal, és aztán beragasztva négyszegű papírdarabkával. Miután abból egy csipetet vőn Petrovics a lebernyeget karjára tevé, és a világosság ellenébe tartván ismét megcsóvált a fejét. Most a bélését fordíták kívül, újra fejet csóvált, levette a pixis tetejét, a papírragasos tábornokkal együtt, teletömte orrát burnóttal, visszatette a fedelet végre, így szólt, nem, ezt nem lehet már kijavítani. Rossz egy darab ruha. A mi Akakinknak szíve fasarodott össze szavakra. Miért nem lehet, Petrovics? Kérdé majdnem oly esdő hangon, mint valamely gyerek. Hiszen csak a válla van egy kisé megkopva, ennyi az egész. Csak van talán egy kis foltnak valót. A folt majd akadna, a foltot majd csak keresnék, válaszolt Petrovics. De amikor nem tudom hova varni, a kelme nagyon szét van málva, az ember a tűt csak hozzáérteti, és utána szakad. Hiszen ha utána szakad is, oda megint mindjárt vethetsz egy kicsi kis foltot. De hova vessem, mikor mondom, hogy nem állja. Ez a köpönyeg nagyon rossz, csak a neve már posztó ennek, a szellő is szétfújja ezt már. No, csak azért mégis erősítsd meg,
No, máskülönben hát valóban nem. Szól a Petrovics határozottan. Egyáltalán nem lehetséges, a kelme igen rossz. Inkább hasítsa kapcának, majd a hidegebb lesz, mert a harisnya nem tart meleget. Azt a német találta ki, hogy az ember pénzét kicsalja. Petrovics szerette csipkedni a németet, ha szerét tehette. Hanem bizony köpenyeg új köl, az új szóra, ami Akakinknak szemevilága elveszett, és felfordult vele a szoba. Az egyetlen tárgy, amelyet tisztán kivehetett, a papírral beragasztott képű tábornok vala Petrovics pixisén. Már hogy új? Sóhajta még folyvás, mint egy álmában, és nincs nekem arra pénzem. Na bizony új, válaszolt Petrovics barbár nyugalommal. De ha már csak ugyanúgy kellene, mi lenne hát Azaz, hogy mi lenne az ára? Igen. Na bizony 350 rubel ezt rá kellene szállni legalábbis, felelt Petrovics ajkát fontosan összeszorítva. Petrovics szerette az erős hatásokat, szerette az embert hirtelen zavarba hozni, aztán lesni. Milyen képet vág a szavaira, akit megzavart. 150 rubel egy köpönyegért! Kiállta fel szegény Akaki. Talán először életében, mert egyébkor lassú hangjáról volt ismeretes. Bizúgy, mondta Petrovics, de még úgy is köpenye válogatja, ha nyuszt prémet, sejembélést teszünk hozzá. 200-ba kerül. Édes Petrovics, mondta Akaki esdő hangon, nem halván, nem akarván hallani Petrovics beszédét, hatásostól együtt. Igazíts ki, ahogy lehet, csak hogy még valameddig viselhessem. Nem, az kárba vezet munka, sárba dobott pénz lenne, válaszolt Petrovics, mely szavak után Akaki egészen megsemmisülve hagyta őt el. Távozása után Petrovics még sokáig ott áll, a ajakát fontosan felbiggyeztve, és nem fogott munkához elégülten, hogy sem magát olcsó eszközön nem dobta, sem a szabóművészetet meg nem kisebbítette. Amint Akaki az utcára ért, úgy tetszett neki, mintha álmodnék. Hát, ha így áll a dolog, szólt magában, igazán nem gondoltam volna, hogy így legyen. Rövid hallgatás után folytatta. Hát így vagyunk, ennyiben vagyunk. Ha valóban erről fogalmam se volt, erre megint hosszú hallgatás következik, aztán mondta, ide jutánk, hiszen hát ez valóban egészen váratlanul, na igazán egy ilyen körülmény. Ezeket mondaná, ahelyett, hogy hazafelé indulna, egészen más irányba csapott át. Útja közben egy kémény seprő feketére mázolta a hátát a piszkos seprőjével, egy épülőben lévő ház tetejéről egy nagy csomó méz hullott rá, de ő mindezt észre se vette, csak midőn egy utcai őrre bukkant, aki dárdáját maga mellé állítva, kicsiny szaruból burnótot rázva a kérges markába, akkor jött magához egy kevéssé, akkor is csak azért, mivel az őr rákiáltott, mit bújsz az ember orra alá? Ez arra indítá őt, hogy széjjel nézzen és hazaforduljon. Csak otthon kezdi összeszedni a gondolatait, tiszta, valóságos képbe tűn neki föl a helyzete, nem beszél tovább magával tördelt mondatokba, hanem józanul és őszintén, mint értelmes barátjához, kivel az ember legbensőbb szívviszonyairól is tanakodhatik. Nem, mondta Akaki, Petrovicsal ma nem lehet beszélni ma hihetően. Úgy látszik, a felesége megpáholta. Inkább vasárnap reggel megyek el hozzá. Szombat este bizonyosan becsípi magát, reggel mámoros lesz, kívánja az italt, hogy gyógyuljon. A feleségem nem ad pénzt neki, akkor én a kezébe csúsztatok egy pár garaskát, az mindjárt megjuháztatja. Akkor aztán a köpennyel mindjárt Így meghányva vetve a dolgot, Akaki felbátorítja magát szóval, és várta a jövő vasárnapot. Amit meglátta messziről, hogy Petrovics felesége megy onnan hazúról, mindjárt oda siete. Valóban Petrovics szombat este nagyon mélyen kacsintott volt a kupába, feje teli mámorral, levala sütve, de alig hallá meg, hogy miről van szó. Mindjárt, mintha az ördög bújt volna belé, nem! Az nem megy, válaszolt. Tessék, kérem, új köpenyeget varratni.
Most Akaki egy pár garas csúsztatott a markába. Köszönöm, édes úr, szól a Petrovics, egy kis erősítőt veszek magamhoz az úr egészségére. De ami a köpenyt nézi, azt bátran kivetheti az eszéből. Nem érez egy fabotkát, hanem újat csinálok. Tudja, hogy öröm lesz ránézni, szavam rá. Akakievics Akaki megint az igazításra fordította volna beszélét, de Petrovics afelől hallani sem akart, és így folytatta. Olyat csinálok az úrnak, bízza rám, mindent elkövetek. A nyakára mostani divat szerint egy pár kínezős csatot is tehetünk kapcsolónak. Most már bölcsen belátta Akakievics Akaki, hogy új köpönyeg nélkül nem járja. Le is esett az áll a bezzeg, mert hát miből teremtsen ő új köpönyeget? Honnan vegyen rá pénzt? Némileg ugyan számíthatott volna a közelgő ünnepi ajándékra, de a pénznek már jó előre annyi szöge lyuka volt, hogy azt is szűken lehetne bedugdosni vele. Új nadrág kellett, a csizmadiának fejelését egy régebbi adósságot fizetni. A varrónénál három inget rendelni, és két darab fehér neműt azon fajtából, amelynek könyvben nincs neve. Szóval a pénz felment utolsó fillérig, igen. És ha az igazgató olyan kegyes találna lenni, hogy 40 rubel ajándék helyett 45-öt vagy 50-et utalványozna, mégis csak potomság maradna fenn, amely úgy veszne el a köpeny tőkében, mint tengerben egy csöpp. Tudta ő, hogy Petrovics, ha neki bogázik, mennydörgős nagy árakat szab, úgyhogy néha a felesége sem viheti el a lelkén, hogy rá ne kiáltson. Elment az eszed, szamár! Egyszer majd, hogy ingyen nem dolgozol, most meg a sátán annyit kéret veled, hogy magad se élsz annyit. Tudta ugyanazt is, hogy Petrovics 80 rubelért is megcsinálja, de honnan teremtő 80 rubel? Felét még csak ki tudnám módolni, fele még csak meg lenne valahogy, talán többecske is, de honnan pótolja ki a másik felét? Hanem előbb tudni kell az olvasónak, hogy hol veszi magát az első rész, az első fele rész. Akakinek szokása valahogy minden elköltött rubelből pár kopeket egy zárt persebe dobott, melybe a pénz egy födelén lévő nyíláson becsusszant. Fél esztendőnként megolvasta az összegyűjt kis részpénzt, és ezüstre váltotta. Több éven keresztül folytatván ezt, így módon 40 rubelen felül gyűlt neki össze. Fele tehát erszényébe vala, de honnan teremtse ki a másik felét? Akakievics Akaki forgatta az eszét mindenfelé, úgy találta, hogy a szokott költségeit meg kell szorítani. Legalább egy esztendeig nem kell esténként teát inni, gyertyát égetni, hisz mikor dolga van, bemehet a gazdasszony a szobájába, és írhat ennek a világa mellett. Föltette magában, hogy az utcán a járda kövén lehető könnyen és vigyázva lépked, és lábújhegyen, hogy ne kopjék a cipőtalp olyan hamar. Fehér nem üt ritkábban mosatja, és hogy mégis nagyon el ne szennyeződjék, miért hazamegy, mindjárt leveti. Igen, csak Nankin hacukáját viseli, amely régi ország, és amit még az idő is valahogy megkímélt. Eleinte nem tagadhatni egy kisé zajosan vette megszorítást, de aztán hozzátörődött, belejött, sőt azt is megszokta, hogy este merőben koplaljon. Ahelyett lelkileg táplálkozott, éjjel-nappal egyetlen eszmét, a leendő köpeny eszméjét hordván magában. Ez időtől fogva egész valóját teljesebbnek érzi. Úgy tetszett nekiek, mintha megházasodott, mintha valaki vele szövetségre lépett volna, mintha már nem volna egyedül, hanem egy szerető pályatárs csatlakozott volna hozzá, hogy vele az élet útján közösen haladjon, s e szerető társ neki, és semmi egyéb nem vala, mint egy jó vastagon tömött köpenyeg, erős, elpusztíthatatlan béléssel. Élénkebb, sőt, szilárdabb jelleművé vált, mint olyan ember, akinek már határozott élet célja van kitűzve. Arcáról, viseletéről elenyészett minden bizonytalanság, minden habozás, szóval minden tétovázó, határozatlan vonás. Tűzszikrázott néha szemeivel, sőt, agyán az a merész gondolat is keresztül villant, hogy vajon igazán ne tétessen-e a nyakára, ez is csattott. E fölötti gondolkozásában, majd hogy egészen szórakozottán emelőn,
Egyszer az írást is elhibázta volna kis hián, úgyhogy hallott szólag fölkiálta, keresztet vetett magára. Minden hónapban legalább egyszer meglátogatta Petrovicsot, hogy vele a köpönyek felől tanakodjék. Hol legjobb posztót venni, milyen színűt, mennyit rőfies, mindannyiszor kisé gondok között, de mégis elégülten tért haza, elgondolván, hogy egyszer valahára mégiscsak eljön az az idő, hogy mindez bevásárolva, s a köpeny kész lend. El is jött, még hamarabb, mint várta. Az igazgató a mi akakinknak reményén kívül nem 40 vagy 45, hanem kerekszám 60 rubelt ad a ünnepi ajándékul. Gyanította-e, hogy akakinak köpenyre van szüksége, vagy csak a véletlen hozta így, elég az hozzá, hogy mindjárt több vala 20-szal a rubel. E körülmény sietteti a dolgot, még csak 2-3 hónap, még egy kicsi koplalás. És akakinak valóban 80 rubel körül járt a pénze. Az ő rendszerint igen csöndes szíve elkezdett dobogni erősen. Mindjárt első nap egy boltba ment, igen, Petrovicssal együtt, igen, jó posztót vett. Nem is csoda, hiszen fél év volt abba fő a feje, s nem múlt el hónap, hogy a boltba ne ment volna alkudozni. Ez aztán Petrovics is elmondta rá, hogy nincs jobb posztó ennél a világon. Bélésnek kalikót vettek, de olyan jót, olyan erőset, hogy Petrovics tulajdon szavai szerint az még jobb, mint a sejem. Nem csak jobb, de szebb, fényesebb is. Nyusztrémet nem vásárolom, mert az valóban igen drága volt, hanem ahelyett a legfinomabb macska bőrt választá, amilyet csak kapott a boltba, és melyet távolról szintén nyusztnak lehetett nézni. A munka a Petrovicsnak mindössze 2 hetébe került, sok tűznivaló volt rajta, különben előbb elkészült volna vele. A munkáért 12 rubelt kívánt, hisz kevesebbet teljességgel nem kívánhat, csupa sejemmel, kettős finom öltéssel varta. Mindenütt, minden öltésén a maga tulajdon fogával kell a tűt áthúzni, különféle alakokat ábrázolvána a tűzéssel. Igen. Történt, micsoda napon, nehéz megmondani, de bizonyára a legünnepélyesebb napon, hogy Akakievics Akaki életében ez nagyon fontos nap volt, és Petrovics végre valahára hazavívé a köpenyeget. Volt pedig ez délelőtt, épp azon órában, mikor az irodába kellett indulnia, sohasem érkezhetett volna jobb időben az a köpenyek, mint éppen most, mert már jó hidegek jártak, s az idő egyre keményebbek. Petrovics annyi ceremóniával hozta a köpenyt, mint akármely rendes szabó. Arca oly sokat jelentő kifejezést vett fel, amilyet Akakievics Akaki soha nem látott rajta. Érezni látszott teljes mértékben, hogy nem kicsin dolgot ütött nyélbe, és mintha egyszerre meglátszanik rajta azon tátongó mélység, mely a csupa foltozót a ruhakészítőtől elválasztja. Kivoná a köpenyt zsebkendőjéből, melybe beléhajtogatta volt. A kendő éppen most került ki a mosásból, összefordítás szépen és zsebre dugta a használatéget. Büszkén emelte föl mindkét kezével a köpeny, s ügyes fogással veté Akakievics Akaki vállára, aztán hátul egy kis lejjebb rántott, aztán félig nyitva redőit elegyengedte Akaki teste körül. Akakievics, mint értesebb ember, az ujját is fel akarná próbálni. Petrovics fölsegíti neki a köpenyt, s lám, úgy is jól állt. Egyszer úgy tetszett, hogy a köpenyben az irigység sem találna hibát. Aztán meg éppen jókor is jött. Petrovics élvén az alkalommal nem mulasztál megmondani, hogy csupán azért varta, hogy olcsón, mert kis utcában lakik, nincs címeres, mivel Akakievics Akaki régi ismerőse. De a néva soron a puszta varrásért 75 rubelt kellett volna fizetnie. Akaki nem akart ezen vitába ereszkedni Petrovicssal. Ő neki már borsódzott a hátul attól a sok roppant nagy összegtől, amivel Petrovics szerette elkábítani az ember fejét. Kifizeté, megköszönte is, indult az új köpenyében mindjárt a hivatalba. Petrovics utána ment, megállt az utcán, sokáig elnézte messziről a köpenyeget, majd fortélyosan egy görbe sikátorba csapódott be, hogy hirtelen ismét utcára kerülhessen, igen, és a köpenyeget a túlsó oldalán, azaz elől még egyszer lássa. Akakievics Akaki azonban ballagott a legünnepélyesebb kedéllyel.
Érzi minden másodpercben, hogy új köpenyek fedi a vállát. Nehezen mosolygott is a nagy lelki boldogság miatt. Igazán a ruha kettős előnnyel bírt, meleg is volt, szép is volt. Az útra nem is ügyelt. Egyszer csak azon vette magát észre, hogy az irodában van. Leveti köpenyét az előteremben, körülnézte minden oldalról, s a kapusnak különösen gondjaira bízta, én nem tudom, mi Isten csodája, az irodában egyszerre megtudta minden ember, hogy Akakievics Akakinak új köpenye van. S hogy a lebernyeg már nem létezik, az a régi, nem? Nosza, mind omlottak ki az előteremben nézni az Akaki új köpenyét. Volt bezek hálálkodás, üdvözlés, úgyhogy ő szegény előbb mosolygott, de utoljára szégyelte azért a dolgot. Miden pedig valamennyi ráesett, hogy már most aztán az új köpeny tisztességére a lakomát kell ám csapnia, s legalábbis őket mindnyájukat teára hinni meg. Akakievics Akaki egészen kiesett a sodrából, és nem tudá, hogy viselje, hogy magyarázza ki magát, hogy mit feleljen. Csak néhány perc múlva önképes előállani fülig pirultan a naiv állításról, hogy hiszen ez nem is új köpenyek, nem, hanem ócska. Végre felszólal az egyik hivatalnok, talán az aktuárius valamelyik segédje, valószínűleg azért, hogy megmutassa, hogy egy szikra kevésség sincs benne, az alárendeltekkel is társaló, ugye? Jól van, én megadom Akakievics Akaki helyett a teaestét, és magukat mindnyájukat szívesen látom ma este nálam, úgyis ma a nevem napja van. Természetesen nekiestek a hivatalbeliek hálálkodni az aktuárius segédjének, és elfogadták a meghívást két kézzel. Akaki szabadkozott, de mindjárt rátámadtak, hogy az embertelenség, hogy az valóságos szégyen, gyalázat volna. Így hát lehetetlen valamagát kihúznia. Egyéb iránt aztán maga is szerette, amikor eszébe jutott, hogy ezáltal alkalma lesz este egy, igen, egy kicsit kimenni az új köpenyben. Akakievics Akakinek ez egy egészen dicsőséges örömünnep volt. A legrózsásabb kedély hangulatba tért haza, leveti a köpenyt, vigyázza fölakasztályt szegre, miután szemeit egy darabig legeltette a posztóján, a bélésén. Akkor, hogy összehasonlítsa, előbbi lebernyegét tette mellé, amely már egészen széjjel ment volt. Félváról tekintett az utóbbira, sőt, nem állhatám mosolygás nélkül, ő roppant vala a különbség. De még jóval későbben az ebéd alatt is mindig rájött a nevetése, eszébe jutott a lebernyeg állapotja. Jó ízűen elkölti ebédjét, és evés után nem ült íráshoz, nem, hanem kényére, kedvére heverésze az ágyon, amíg bealkonyodott. Ekkor felöltözik, anélkül, hogy elébb az okiratokat összemadzagolná, vette a köpenyét, s ment. Hogy hol lakott a tisztviselő, aki meghívta, fájdalom nem tudjuk megmondani. Emlékezetünk cserbe, hogy és minden, ami Pétervárot van, házak, utcák, annyira összefolyva, keresztülkasul egymásba, zűrve, zavarva, kereng fejünkben, hogy szörnyű nehéz abból valami rendes dolgot kívánni. Már akárhogy mint annyi bizonyos, hogy ez a hivatalnok a város legszebb részében lakott, és így nem közel Akakihoz. Ennek előbb néhány gyöngén világított utcán kell végighaladni, de minél jobban közeledett a hivatalnok lakásához, annál élénkebb, népesebb, világosabb utcákba jutott. Mindig több-több vala sétáló, díszes öltözetű hölgyekkel, hótprémes köpenyi férfiakkal találkozik, a paraszkocsisok broncos szegekkel kivett otromba szárnyaikon, mindegy, a ritkultak. Ellenben azok helyett violaszín, bársony kucsmás, nyalka fickók mutatkozának mindenfelé, medvebőrös, fénymázas szánkákon, a hintók gazdagon cifrázott bakkal röpültek végig az utcán, de hogy, kerekeik alatt csikorogván a hó. A mi Akakink bámulta mindezeket, mint valami szokatlan dolgot. Már több esztendeje, hogy este soha se járt az utcán. Kíváncsian állt meg egy műbolt kivilágított ablakánál, egy képet bámult. A kép egy szép hölgyet ábrázolt, amikor éppen a cipőjét levet, és ezáltal éppen nem rút lábacskáját látni engedi. Hát a mögött egy csinos, bajuszós, barkójú férfi dugta ki a fejét a másik szoba ajtaján.
Akakievics Akaki fejcsóválva elmosolyodott, az a tovább ment. Miért mosolygott ugyan? Olyasmit látott, ami előtte egészen ismeretlen vala, de ami iránt mégis ösztönszerű érzéssel bír mindenki. Vagy talán azt gondolá, mint annyi más hivatalnok, ó, azok a franciák, ha azok egyszer valamit, igen, akkor már kétség kívül, de talán mégsem ezt gondolta. Hogy lásson az ember fele barátja szívébe, s hogy tudhassa, mi minden nem gondol. Végre odaért a házhoz, ahol az aktuárius segédje lakott. Az ember nagyszerű háztartást, mint lakás a második emeletén vala bérelve, a lépcsőzeten lámpa égett, amint Akakievics Akaki az előterembe nyitott, a földön egy egész sor sárcipőre esik a tekintete, köztük a szoba közepén állt a teafőző sisteregve, gőzölögve, a falon szegre akasztva köpenyek felső kabátok csüngöttek, némelyik hótprémes vagy sejemhajtókás. A benyíló szobából zaj és beszéd hallatszott, mi egyszerre kivehetőbb, hangosabb lőn, amint az ajtó megnyílt, és az inas kilépett a teadeszkával. Ezen üres poharak voltak, egy teljes ibrik, egy kosár kétszer sült. A tisztviselők már úgy látszott régen együtt vannak, az első pohár teát már meg is itták. Akakievics Akaki szintén fölakaszták köpenyét, és belül került. Egyszerre sok gyertya, hivatalnok, pipa, kártyaasztal ömlött a szemébe. Füle zúgott a minden oldalról tompán hangzó beszédtől, s az ide-oda taszigált székek zörejétől. Megállt ügyefogyottan a szoba közepén, s habozott, mit csináljon. Ha már észrevették volt, roppant újongással fogadták, tüstént rohantak, mind az előszobába, s újra megbámulták a köpönyeget. Akakievics Akaki zavarba jött ugyan egy kissé, de amilyen jószívű lélek vala, még örült, hogy minden ember dicséri a köpenyét. Később tudnivaló békét hagytak neki köpenyestül, és leültek szokás szerint a whist asztalhoz. A zaj, a sok beszéd, a sok ember, mind olyan sajátszerű hatással volt, ami Akakinkra, teljesen nem tudta, mit csináljon, hova tegye kezét, lábát, egész testét. Végre a játszók mellé ült, a kártyába pislogott, hol egyiknek, hol másiknak arcába nézett, és néhány perc múlva elkezdi ásítani és unni magát, kivált, hogy az óra, hát régen elmúlt valamikor ő leszokott feküdni. A gazdától búcsúzni akart, de nem eresztették. Azt mondták, hogy új ruhája, tisztességére okvetlenül kell innie egy pohár sampányt. Egy óra múlva vacsorához ültek, amely hideg borjú pecsenyéből, pástétomból, édességből állt. Akakievics Akaki nem maradhatott, amíg két egész poharat ki nem ürite, amitől aztán igen jó kedvelőn, de azért éppen nem tud el felejteni, hogy éjfél körül van, és jó rég ideje lett volna hazamenni, hogy tehát a gazda megint lenne fogja, lassan kiosont a teremből, megkereste az előszobában a köpönyegét, mert nem kevés sajnálatára földön talált meg, kirázta, lefújkált róla minden porszemet, magára vevés, leballagott a lépcsőn. Jön az utcán még világos vala, néhány bolt, hát ez állandó gyűlhelye, ugye mindenféle inas és cselédnek. Még nyitva, mások zárva voltak, de az ajtó hasadékán egy hosszú fénysugár jelenti, hogy még mindig van látogatójuk, hogy a szolgálók és legények, igen, még hátra van nekik egy kicsi a beszélgetésből, mielőtt gazdáikat teljes bizonytalanságba hagyták a hollétük felől. Akakievics Akaki vidám kedélye haladt tovább, sőt, egyszer, én nem tudom miért, egy nő után iramodék, aki villámgyorsan haladt el mellette, és egész teste rendkívül izgatottnak látszott. De Akaki csak hamar meglassúdott, és halkan lépegette, mint az elébb. Maga is csodálkozóan a gyors ügetésén, amely rajta oly megfoghatatlanul erőt vett vala. Majd hosszú, elhagyott utcák nyúltak előtte, melyek már nappal sem valami élénkek, hát még este. Az utcák mind üresebbé, pusztábbá lőnek, kevés lámpa éget, s azokban kevés olaj látszott lenni. Faházak, deszkakerítések következtek, sehol egy lélek, csak a hó csillogott az utcán, és a bezárt alacsony házikók meredeztek szomorúan a sötétbe. Akaki
Ottan körüljárt, hol az utcát egy végtelen szabad térség vágta ketté, mely egy borzasztó pusztához vala hasonló, melynek túlsó szélén alig lehetek kivenni a házakat. Messze, Isten tudja hol, pislogott egy gyertyafény valami őrkunyhóban, mely úgy tetszett, mintha a világ végén volna, ami akakink vidám hangulata most szembe tűnőleg csökkent. Nem minden szorongás nélkül indult a térnek, mintha a szíve valóban rosszat sejtett volna, szétnézett mindenfelé, ameddig csak belátja, puszta, mint valami tenger az egész. Nem, nem, inkább nem nézek sehova, gondolá, és szembehúnyva haladt tovább, de mikor felnyitotta, hogy lássa, messze van-e még a tér túlsó széle, egyszerre néhány bajuszos embert látta maga körül. Miféle emberek valának? Nem tudta kivenni ilyettében, szemére hályog ereszkedék, szíve hallhatóan dobogott. Nini, hisz ez a köpönyeg az enyém, mondta egyik mennydörgő hangon, akakit galléról ragadva. Ez éppen segélyét akart kiáltani, de egy másik a szája elé tartá nagy öklét, mint egy hivatalnok feje, s rá kiállta. Azt mert, hogy csak egyet mukkany. Akaki érzi mostan, hogy a köpenyt levették róla, és egy rugást tettek rajta térdel. Lerogyott a hóba, eszmélet nélkül. Néhány perc múlva felocsúdott, felállt, de akkor már egy sem vala körülötte. Érzi, hogy a hideg szél nagyon átjárja, hogy nincs a köpeny. Elkezdte kiabálni, de úgy látszott, hogy nem az ő hangja ez. Az nem arra van teremtve, hogy a tér túlsó oldaláig elhasson. Kétségbe esett, és mindegyre kiáltozva szaladt keresztül a térségen a kis őrházig, ahol egy őr állott, és a dárdájára támaszkodva, mint a kíváncsian nézte volna, hogy mi a mennykő ember jön ő felé futva, s kiabálva messziről. Azonban Akakievics Akaki, ahogy odaért, nagy lelkendezve és rákiálta, minek alszik? Nem vigyázz semmire? Nem látja, hogy kifosztják az embert? Az őr mennyire földre állítá, hogy nem vett észre gyanús embert, csak azt látta, hogy akakit néhányan körülfogják a téren, de azt gondolta, hogy a barátai. Igen, hiába cívódik itt, jobb, ha reggel a rendőrfelügyelőhöz megy. A rendőrfelügyelő aztán majd kideríti a tolvajt. Akakievics Akaki azon rendetlen állapotjában hazanyargalt, haja, ami kevés még volt, a vakszeme és tarkója körül, merevül szétvalakuszálva, melle hátta végig a nadrágja egy csupa hó. Öreg gazdaasszonya, mint hallá erős kopogását az ajtón, kiugrott septiben az ágyból, és szaladt egy papucsba nyitni ajtót, nem mulasztván el ingét a mellén szemérmesen összefogni, de amint kinyitál, csak visszahökkent szegény Akaki láttára. Midőn pedig ez elmondta egészet, hogy mi is történt vele. Összecsapta kezét, és azt tanácsolá, hogy egyenest a rendőr parancsnokhoz kell fordulni, mert a feltájmesterre nincs mit bízni, megígér is elhúzza halasztja. Legjobb egyenesen a rendőr parancsnokhoz folyamodni, azt ő úgy is ösmeri, mert Anna a finn asszony, aki elébb önáll a szakásnél volt, most a rendőr parancsnoknál dajka. Aztán meg gyakran látja is, ha az ő ablaka alatt elmegyen, no meg minden vasárnap templomba jár, imádkozik is. Anyájásan néz minden emberre, így hát minden jel arra mutat, hogy olyan jó embernek kell lennie, mint egy falat kenyér. Miután Akakievics meghallgatta a következtetést, nagy szomorúan szobájába témfergett. Hogy telt el neki az éjszaka? Elgondolhatja minden ember, aki fele barátja helyzetét, csak némileg is képzelni tudja. Reggel korán a rendőr parancsnokhoz sietett, de azt mondták neki, hogy alszik. Ment 11-kor, akkor meg azt mondták, hogy a rendőr parancsnok úr nincs otthon. Ment ebédtájba, de az előteremben lévő írnokok teljességgel nem akarták bebocsátani. Mondja pedig, mi áradba jött, hogy mit kíván, mi történt. Úgy, hogy végre Akakievics Akaki most egyszer életébe szilárdságot akarván mutatni, kimondá kereken, hogy neki a rendőr parancsnokkal személyesen kell beszélni, hogy nincs joguk őt elutasítani, hogy ő a hivatalból, igen, hivatalos ügyben jött, s ha bepanaszolja őket, ám lássák.
Ez ellen az írnokok semmit sem mertek szólni, és egy közülük bement, hogy kiszólítsa a rendőrparancsnokot. Ez a köpenyrablás ügyét nagyon sajátságos szempontból vetette föl. Ahelyett, hogy a főtárgyra még csak ügyet is vetne, kezdé faggatni Akakievicsöt, minek oly későn ment haza, nem valami gyanús helyen járt, ugye? Úgyhogy szegény Akaki egészen megzavarodott, és elment anélkül, hogy voltak éppen tudná, vajon most már a köpenyek processus rendes folyamatba indult-e, vagy sem. Akkor egész nap nem volt a hivatalba, életében először esett meg rajta ez a csoda. Másnap beállított, egészen elsápadva, és az ócska lebelnyekbe, amelynek most még sajnosabb volt az ő állapotja. Amint az iroda beliek meghallák a köpenyrablást, akadtak ugyan most is, akik nem állhatták meg, hogy Akakievics Akakiból gúnyt ne üzzenek, de a többség a szánta szegényt. Mindjárt egy kis pénzgyűjtést indítának, de bizony abban nagyon csekélység került össze, mert az irodabéli urak anélkül is már nagyon-nagyon kivalának költekezve, miután a direktor arcképére is alá kellett írniok, meg egy könyvre, melyet az irodafőnök szerzőbarátja tukmált vala rájuk. Egy mégis szánalomtól indítva feltette magából, hogy legalább jó tanácsa a szolgálatakinak, és mondta, hogy ne menjen a feltájmesterhez, mert ha szintén lehetséges is lenne, a feltájmester a hatóságtól dicséretet vágyva nyerni, valami úton módon kikeríti a köpenyeget. Azért a köpeny mégis a rendőri hivatalnál marad, igen. Ha törvényes bizonyosságot nem tud állítani, hogy az övé, igen. Legjobb lesz tehát egy bizonyos jelentékeny egyénisághez fordulni. A jelentékeny egyéniség aztán majd kapcsolatba teendi magát az illető hatósággal, és eredménydúsabb rendszabályokat léptet életbe. Hát, mit volt mit tennie szegénynek? Akakievics Akaki ráveti a fejét a jelentékeny egyéniséghez folyamodni. Hát, mi volt legyen tulajdonképp a jelentékeny egyéniség hivatala? Az e napig sincsen tisztázva. Tudni kell azonban, hogy ez a jelentékeny egyéniség csak akkor tájt lett jelentékennyé, azelőtt jelentéktelen volt. Egyéb iránt állása akkor sem vala jelentékenynek mondható, összehasonlítva más jelentékenyebbekkel. De mindig van egy csomó ember, aki előtt a mások szemében a jelentéktelen is már jelentékeny. Különben a férfi sok mindenféle eszköz által iparkodott nevelni a jelentőségét. Jelesül úgy tudta vinni a dolgot, hogy az alsó tisztviselők, mikor a hivatalba ment, a lépcsőig elébe siettek, hogy ő hozzá senki se fordulhatott egyenesen, hanem minden a legszigorúbb rendbe folyt. A lastromvivő tartozott a titkárnak jelenteni a titkár tovább, míg végre az ügy ő hozzá került. Nomelt, ami szent Oroszországunkban uralkodó nyavaja, az utánzási vágy. Mindenki majmolja a fejebb valóit, sőt, beszélik, hogy bizonyos címzetbeli tanácsos, midőn egy kis alárendelt iroda főnökévé nevezték ki, tüstént külön szobát foglalt le maga számára, melyet kiadó teremnek nevezett el. Az ajtóra vörös gallérú passzomántos szolgákat állíta, kik az ajtó kirincsét fogták, és úgy eresztették be, ha jött valaki, igen, pedig a kiadó terembe alig fért meg egy közönséges íróasztal. A jelentékeny egyéniség modora szolíd volt, méltóságos, de éppen nem bonyolult. Fő alapja rendszerének a szigor vala. Szigor, szigor, és megint csak szigor, szoktam mondani, az utolsó szónál rendesen jelentékenyül nézett szemek közé annak, akivel beszélt. Erre tulajdonképpen semmi oka nem volt, mert az a 10 hivatalnok, aki az iroda kormány gépezetét teszi vala, anélkül is tartozó rettegésbe esett. Mihelyt őt messzire meglátta, milyen felszöktek a munka mellől, s úgy álltak, mint a gyertyaszál, míg a főnök áthaladt a szobán.
Beszédje alárendeltjeivel szokás szerint rendkívül szigorúan hangzott, és jobb adáne e két-három kitételre szorítkozik vala. Hogy merészeli ön? Tudja ön, kivel beszél? Tudja-e ön, hogy ki előtt áll? Másképp áldott ember barátjaihoz szíves, nyájas, de a tábornoki rang egészen elkábította. Mióta e rangot elnyerte, olyan lett, mint aki meg van bomolva. Kiesett a sodrából, és teljesen nem tudta, hogy hogy viselje magát. Ha egy rangbeliekkel jött össze, akkor még rendes, sok tekintetben okos ember is volt, de mihelyt olyan társaságba jutott, ahol nála egy fokkal alsóbb rangú egyén volt jelen, na, akkor már betű szerint nem ért semmit. Ült, hallgatott, és állapotja annál inkább szánalomgerjesztő vala, mivel maga is érezte, hogy sokkal jobban tölthetné az időt. Szemeiben a legélénkebb vágyat lehet-e olvasni, mint szeretne részt venni valamely érdekes társalgásban, csatlakozni valamely csoporthoz, de visszatartá gondolat, hogy nem megy-e nagyon messzire, nem ereszkedik-e nagyon le, és nem csorbul-e tekintélye. Hasonló fontolgatások következtében öröki egyazó hallgatag állapotban maradt, csak néha böffenvén bizonyos egyszótagú hangokat, ami azáltal ugye szertőn a legunalmasabb ember címre. Egy így jelentékeny egyéniséghez fordult, ami Akakijevics Akakink, mégpedig a legis legkedvezőtlenebb időszakban, amely őrá igen alkalmatlan volt, na egészen alkalmas a jelentékeny egyéniségre nézve. A jelentékeny férfi éppen kedvére társalogval a kabinetjében egy mostanság érkezett ifjúkori barátjával, aki több esztendő óta nem látott, akkor bejelentették neki, hogy valami basmacskin. Ki az? Kérde odavetve felelet. Valami irodai hivatalnok. Aha, várjon, nem érek rá. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a jelentékeny embernek hazudott a teste lelke. Ráért bizony nagyon, ő is, a barátja is réges-rég kibeszélgették magukat mindenről. A társalgásukban már nagy szünetek fordultak elő, csak néha-néha ütöttek egymás vállára mondván. Bizony az édes Ábrámovics Iván, hát úgy az édes Varlámovics István. Mindazonáltal várakoztatta az irodai tisztviselőt, hogy barátjának, aki rég nem volt már hivatalban, egészen elülte magát otthon a jószágon, legalább megmutassa, hogy mi soká várnak a hivatalnokok az ő előtermében. Végre miután eleget csevegtek, de még többet hallgattak, miután igen kényelmes támlaszékében egy szivart is elszít vala, tette magát, mint a hirtelen eszébe jutna valami, és mondta a titkárának, ki aláíratni való papírokkal az ajtónál ácsorgott. Nincs odakűn valamiféle irodai ember. Mondja, hogy bejöhet. Amint Akakijevics Akakinak alázatos lényét, és ócska egyenruháját megpillantá, hirtelen feléje fordult. Na, mi baj? Förmet rá szilárd, sebes hangon, mert mostani hivatalába lépte és tábornokká neveztetésekor 8 napig tanult szobájában a tükör előtt. Akakijevics Akaki már is illendőképp megfala rettenve, s előadá már, ahogy ő tudta, amennyire nyelvbeli fogyatékossága engedte, egyéb iránt ez alkalommal még többször használván az izészócskát, mint máskor. Mi szerint a köpeny csupa azon új volt, hogy elrabolták tőle a legistentelenebb módon. Most hát ő magasságához folyamodik, jóságos közbenjárásait esedezve méltóztatnék írni a főrendőrnagynak, vagy más valakinek, hogy a köpeny megkerüljön. A tábornok úr előtt ez a föllépés, a jóisten tudja miért, nagyon tolakodónak tűnt. Itt jelentsen ez, uram, mondta hirtelen. Mit akar ön itt? Nem tudja ön a rendet? Nem tudja ön, melyik a hivatalos út? Először folyamodást kellett volna beadni az irodámba. Az az aktuárius kezébe ment volna, onnan az irodafőnökébe, onnan a titkáromhoz, a titkár nekem benyújtotta volna. De kegyelmes úr, válaszolt Akakijevics Akaki váltig erőködvén, hogy mind összeszedje, ami kis lélek jelenléte van, hanem érezvén egyszer, mint hogy rettenetesképpen izzad,
Azért bátorkodtam kegyelmességedet fárasztani, mivel a titkárok, nincs azokra mit bízni. Mi? Hogy? Ki? Rivalta a jelentékeny férfiú, micsoda szellem beszél önből. Hol vette az ilyen eszméket? Micsoda féktelen dac, amely elharapozott a fiatal emberek között, az előjáróik és feljebb valóik iránt? Úgy látszik, a jelentékeny férfiú nem vette észre, hogy Akakievics, Akaki túl van az 50-en. Következőleg, hogy ő csak relatíve lehet fiatal embernek mondani. Tudnék, összehasonlítva teszem fel egy 70 esztendősen. Tudja ön, kinek mondott ezt? Képes ön felfogni, ki előtt áll? Képes ön felfogni? Képes ön felfogni? Azt kérdem öntől. Ekkor lábával nagyot toppanta, és a hangját olyan magas fokra emeli, hogy még más is megijedt volna, nem csupán Akakievics Akaki. Ami szegény Akakink majdnem kővé merett, csak úgy tántorgott, reszketett az egész teste, és nem bírt a lábán megállni. Ha a szolgák oda nem sietnek, hogy megtartsák, lerogyott volna a földre. Majdnem félholtan vivék ki. A jelentékeny férfiú pedig elégülten, hogy a hatás még felül is múlt minden várakozást, és egészen boldognak érezte magát a gondolata, hogy az ő szava képes az embertől még az eszméletét is elrabolni. Vetett barátjára oldalról egy pillantást, hogy lássa, miképp veszi ez a dolgot, és nem minden lelki elégültség nélkül tapasztalta, hogy a barátja egészen bizonytalan hangulatba esett, hogy már ő maga is félni kezdett egy kissé. Hogy jutott le a lépcsőn az utcára, Akakievics Akaki nem tudott emlékezni már. Azt se tudta, fiú vagy lány, teljes életében nem bánt vele így tábornok, idegen még hozzá. Ment a cikázó felgetekben tátott szája, letérve a járdáról, ahol legszélesebb az út. A szél pétervári módon egész erővel fújta minden oldalról, minden sikátorból, perc alatt megkapta a torokgyulladást, és mire hazaért, már egy szót se tudott kimondani, a torka fel volt dagadva, ágyba kellett feküdnie. Így nagy hatása van sokszor egy tekintélyes föllépésnek. Másnap erős láz tört ki rajta, a betegség, legyen hála érte a pétervári klíma nagylelkű támogatásának, hamarabb lefolyt, mint várni lehetett is. Midor az orvos megjelent, ütőerőt megtapogatván úgy találta, hogy nincs itt már mit tenni, csupán meleg borogatást rendelni, ezt is csak azért, hogy a beteg ne maradjon egészen a tudomány jótevő segélye nélkül, mert egyéb iránt kimondál rögtön, hogy egy-két nap alatt okvetlenül vége. Ezzel a gazdaasszonyhoz fordult mondván, hallja maga, anyóka, időhalasztás nélkül rendeljen neki egy fenyőfa koporsót, mert a tölgyfa nagyon drága lenne neki. Hallotta Akakievics Akaki ezen végzett teljes szavakat, és ha igen, megrázó hatással voltak azok ránézve, sajnálta egy nyomorú életét. Hát erről mit sem tudunk, mert azon egész idő alatt magán kívül feküdt a lázban. Szüntelen a legcsodálatosabb dolgot látta, majd Petrovicssal veszküldött, és köpenyt rendelt nála, sajátságosan csappantyúkkal a tolvajok számára, akik úgy rémlett neki, örökké az ágya alatt bujkálnak, sőt azt hívé, egy tolvaj éppen a takarója alá rejtőzött, és elkezdett rimánkodni a gazdaasszonyának, húzza ki onnan. Majd azt kérdezte, hogy minek van az úcska lebernyeg ő elébe akaszt, amikor neki új köpenye van? Sokszor, mintha a tábornok előtt állt volna, mintha hallaná, hogy szidja, és felkiáltott, bocsánat, kegyelmes úr! Aztán elkezdte ocsmányul káromkodni, és oly borzasztó szavakat mondani, hogy öreg gazdaasszonya keresztet is hányt magára, mivel sohasem hallott tőle ilyet, kivált meg, hogy a szavak nyomban a kegyelmes úr után következtek. Utoljára egészen érthetetlen zagyvalékká vált a beszéde, amiből csak annyit lehetett kivenni, hogy zűrzavaros szava és gondolatai egyes-egyedül a köpönyek körül járnak. Végre szegény Akaki kiadá lelkét, se szobáját, se holmiát le nem pecsételték,
Először, mert nem hagyja örököst, aztán meg, mert nagyon kevés maradja lőn. Jelesül egy csomó luttól, egy konc bélyegpapír, három pár harisnya, két-három nadrág, gomb, és az olvasó előtt már ismeretes lebernyeg. Ki örökli ezeket? A jó Isten tudja. Megvallom, arra még jelen történet elbeszélőjének sem volt gondja. Nem bizony. Akakijevics Akakit a címterembe vivék, eltemeték. És Pétervel Akakijevics Akaki nélkül maradt, mintha soha nem is létezett volna. Nyom nélkül tűnt el a szegény teremtés, akit senki sem pártfogolt, senki sem szeretett, senki érdekét nem tudná felkölteni, még a természet búvár figyelmét sem, pedig ez egy közönséges házi legyet is tűre szúr, hogy górcsövön szemlélese, igen. E teremtés ki az írnokok gúnyait oly békén tűrte vala, sírba szállt anélkül, hogy valami legcsekélyebb figyelemre méltót tett volna. De kit mégis, ha bár élete vége felé egy jótevő szellem keresett fel köpeny képében, hogy pár pillanatra lelket öntsön rideg életébe, kit egyszerre azután a balsós szétzúzó ereje gázolt el, miképp elgázolja a világ hatalmasait. Nem sokára halál után egy irodai szolgált küldtek hozzá parancsal, hogy tüstént menjen be a hivatalba, a főnöke kívánja. De a szolga hiába járt, és visszamenve jelenti, hogy nem jöhet az már. Azon kérdése, miért? Így fejezi ki magát. No, mert meghalt három napja, el is temették. Így tudták meg az irodában, hogy Akakijevics Akaki meghalt. A következő nap már egy másik ült a helyén, jóval rosszabb hivatalnok, aki a sorokat nem vitte oly szép egyenesen, hanem sokkal görbébben és kajszábban. De ki gondolná, hogy még nem eddig van, s hogy a mi Akakinknak rendeltetése volt halála után is néhány napig sok lármát csinálni, kárpótlásul, mint egy az egész világon senkitől észre nem vett életét. Pedig valóban ez volt az eset, és a mi szegény történetünk váratlanul fantasztikus végfordulatot nyert. Péter várt, egyszerre csak híre futott, hogy a Kalinka hídnál, de még jóval azon túl is, éjjelente kísértet jár hivatalnok képében, ki egy lopott köpenyt keresvén, ez ürügy alatt minden ember köpenyét lerántja, rangot, állást nem tekintve, mégpedig mindenféle köpenyt, legyen az macska vagy hótprémű, töltött bélésű vagy nyest, róka, medvebőrrel, vagy akármi más szőrrel, bőrrel bélelt, amivel az emberek a magukét takarni szokták. Egy írnok tulajdon szemével látta a kísértetet, benne tüstént ráismert Akakijevics Akakira. De annyira megszeppent tőle, hogy nyakra főre elszaladt. Annál fogva meg sem nézhette jóformán, de látta, hogyan fenyegeti messziről az ujjaival. Mindenfelől özönlött a panasz, hogy nem csak a címzetes tanácsosok, hanem még az udvari tanácsosok vállai és háta is teljes meghűlés veszélybe forogtak a gyakori köpenyrablás miatt. A rendőrség tehát intézkedett, hogy azt a holtembert minden áron élve vagy halva el kell fogni, mások rettentő példájára a legkeményebben megbüntetni. Jelesen egy éji rendőr a Kiruskin sikátorba tetten kapta a kísértetet, amint ez egy kiszolgált zenésznek, aki híres fuvolás volt a maga idejében, a szűrét el akarán rabolni. Nyakon ragadta ugyancsak, kiáltására két másik rendőr pajtása odaszaladt, mondta nekik, hogy fogják meg jól, ő maga csak egy percig nyúlt a csizmaszárához a burnó celencéjét, hogy a hidegben megdermedt orrát egy-két csipettel újra felüdítse, de valószínűen a burnót olyan fajta valahogy azt még a holt ember se szenvedhette. Alig nyomá ugyanis az őr az ujjával a jobb orjukát, alig szít fel bele egy fél maruk burnótot, amikor a holt ember elkezdett brüszkölni, oly rettenetesen, hogy mindhárm olyuknak teli lett a szeme, míg azt ököllel kitörlik, hűlt helye maradt a kísértetnek, úgyhogy maguk se tudták jóformán, ha igazán megfogták-e volt már.
Eznapságtól kezdve annyira megfélemlettek az őrök a holtembertől, hogy még az élőt se bátorkodtak elfogni, csak messziről kiállták neki, hogy hallod-e, hé, eredj a dolgodra! A megholt hivatalnok pedig már a Kalinka hídon túl is kezd bemutatkozni, a félénk emberek nem kicsi rémületére. De majd kifelejtjük a jelentékeny egyéniséget. Pedig hát tulajdonképpen ez az oka, hogy máskülönben csupa igaz történetünk ilyen fantasztikus fordulatot vesz. Mindenek előtt igazság és méltányosság tiltja említetlen hagynunk, hogy a jelentékeny férfiú azonnal, hogy a szörnyen megriasztott Akakievics Akaki távozik, valami szánalom formát érzett. Szánalomra ő nem valaképtelen, szíve sok nemes indulatnak hozzáférhető vala, csak hogy ezt a rangja igen gyakran nem engedi kimutatni. Alig ment el tőle a barátja, mindjárt gondolkodóba esett a szegény Akakievics Akaki felől. Attól fogva naponként előtte lebegett a sápat Akaki, aki nem bírta kiállani a hivatalos eljárást. Ez a gondolat olyannyira nem hagyja neki nyugtot, hogy 8 nap múlva még arra is rászánta magát, hogy egyik írnokot hozzáküldvén megtudakozza, hogy hogy mint van, szóval nem lehetne-e segítenie neki valamiképp. Amint aztán bevitték neki, hogy Akakievics Akaki meghalt lázban, hirtelen nagyon meg is döbbent, furda le a lelkiismeret, és egész nap rossz kedvülőn. Hogy némileg szórakozik és szabaduljon a kellemetlen benyomástól, este egy barátjához ment, ahol válogatott társaságot talált, s ami a legderekabb, mind egyenlő rangú vendégekből, úgyhogy éppen nem kell magát zseníroznia. Vidorablőn, kellemes társalgású, szeretetre méltó, szóval pompásan mulatta magát egész este. Vacsoránál néhány polgár pesgőt ivott, mely eszköz tudjuk a szívvidámítás tekintetében nem hat rosszul. A pesgő hajlandóvá tette még egy kicsit rendetlenkedni. Jelesül föltette magában, hogy nem hajtott egyenesen haza, hanem elébb egy ismerős asszonysághoz, Ivanovna Karolinához, egy hihetőleg német származású hölgyhöz, kivel ő barátságos lábon áll vala. Ugyanis meg kell jegyeznem, hogy a jelentékeny férfiú már nem vala fiatal, jó férj, becsületes családapa volt, 2 fia, akik közül az egyik már az irodában szolgált, és egy kissé ugyan görbe, de csinos orrú kedves leánya, minden reggel hozzámentek kezet csókolni, mondván bonjour, papa, ne egy még javában lévő, és éppen nem rút asszonyság, elébb a maga kezét nyújtá neki csókra, aztán megfordítá, és megcsókolt az övét. De a jelentékeny férfiú, noha egyéb iránt egy családi nyájaskodással teljesen meg vala elégedve, úri dolognak tartá barátságos viszonyok tekintetéből, másrészben a városnak egy barátnéjához járogatni. Ez a barátné ugyan szikrával sem volt szebb, sem fiatalabb, mint az őneje, de hisz van-e féle talány a világon elég, és nem a mi dolgunk azt fejtegetni. Nos, hát a jelentékeny férfiú lesiette a lépcsőn, felült a szánkára, s mondta a kocsisnak, Ivanovnak Karolinához, aztán jó kényelmesen beburkolá magát meleg köpenyébe, s azon felséges állapotban ringatódzék, minél orosz emberre gondolni se lehet pompásabbat, mikor tudnék a legkellemesebb gondolatok ötlenek az ember fejébe. Maguk jó szántából, s anélkül, hogy a legcsekélyebb fáradtságba kerülne azokat keresni vagy hajászni. A legnagyobb lelki gyönyörrel emlékezett, amúgy könnyedén, a mulatság apró vidám részleteire, minden egyes szóra, amely a kis kört megnevetteti, némelyeket halkan ismételte is, még most is olyan furcsának találván, mint akkor, hogy így természetesen, most is jó ízűt nevetett rajta. Csak egy-egy szélroham háborgatta olykor, amely egyszerre tudja Isten honnan és miért, úgy-úgy a képért csapódott, annyi havat szórt a szeme közé, köpeny gallériát felfutta, mint egy vitorlát, és természet fölötti erővel úgy boríta a fejére, hogy szüntelen dolgot ad a neki a kibontakozás. Egyszerre csak azt érzi, hogy, mármint a jelentékeny férfiú, hogy valaki erősen galléron csípte. Visszafordulván mit lát? Egy kis termetű embert, ócska, megviseltes egyenruhában,
s megismeré benne, nem minden rettegés nélkül, Akakijevics Akakit. A hivatalnok ábrázatja fehér valamint a hó, szakasztott olyan, mint a kísérteté. De akkor ijedt meg a jelentékeny férfiú szertelen szörnyen, mikor a kísértet félreúszta száját, borzasztó sírszagot lehelt rá, s így szólt, no csak, hogy valahára megfogtalak, csak, hogy kezemben a gallérod, a köpenyöd kell most már. Te nem törődtél az enyémmel, sőt, még ráadásul kiszittál, most adsz a magadét! A jelentékeny férfiú csak nem elhalt, bármi szilárd jellemerőt mutatott is az irodában alárendeltjei iránt, és ám bár mindenki azt mondta a férfias alakját, egész lényét tekintve, ha, minő karakter, mindazáltal most nem különben, mint akárhány szemrefőre hősi tekintetű ember olyan szorongást érzett, hogy tartott tőle, és bizony nem ok nélkül, hogy ilyetében megbetegszik. Hirtelen maga kidobta nyakából a köpenyeget, és kiállta a kocsisnak teljes erejéből, hajts lehető leggyorsabban haza! A kocsis, aki ezt a hangot rendesen válságos percekben és többnyire valami kézzel fogható kíséretében szokta hallani, minden esetre összehúzta a nyakát, ostorát megsuhingatta, s röpült, mint a nyíl. 5 perc múlva jelentik egy férfiú már önnön kapuja előtt vala, sápadva rémülten, köpeny nélkül, Ivanovna Karolina helyett hazatérvén, ahogy a lába bírta, a szobájába bánszorgott, s igen nyugtalan éjszakája lőn, úgyhogy másnap reggel a teánál a lánya egyenesen meg is mondá, te nagyon halvány vagy most, papa. De a papa hallgatott, s egy szóval sem árult el, hogy mi történt vele, hol volt, és hova akart menni. Ez az esemény igen nagy benyomást tett rá, míg alattvalóinak is sokkal ritkábban mondta ezután, hogy hogy merészel ön, tudja-e ön, ki előtt áll, s ha mondta is csak akkor, miután elébb annak rendje módja szerint kihallgatta, hogy miről van szó. De az volt a legnevezetesebb, hogy az időtől kezdve megszűnt a megholt hivatalnok kísérteni. Úgy kell lenni, hogy a tábornok köpeny tökéletesen a testéhez illett, legalább azóta nem hallani, hogy valakiről lerántották volna a köpenyeget. Egyéb iránt azután is akadt néhány szaladgáló és aggódó ember, akik sehogy se akartak ebben megnyugodni, hanem erősen állíták, hogy a város távol eső részeiben még mind egyre jár a meghalt hivatalnok. Igazán egy őr a Kolomna városrészben saját szemeivel látta, mikor egy ház mögül elé bújt a kísértet, de minthogy ő természeténél fogva gyöngécske vala, egyszer is egy közönséges nagyságú süldő neki szaladván fellökte az ott álló kocsisok kacajára, kik neki a csúfságért aztán fejenként egy pár kopálykát tartoztak burnótra fizetni. Mondok, mivel magát gyöngének érezte, nem merte elfogni, csak ment utána mindaddig a sötétben, amíg a kísértet hirtelen visszanézett, megállt, kérdé, mit akarsz? És egyszer s, mint oly izmos öklöt rántván elé, amilyen még élő embernél nem találtatik. Semmit, válaszolt az őr, és nyomban visszafordult. De ez a kísértet sokkal nagyobb termetű vala, s óriási bajusza volt, lépteit úgy tetszék, az Obuchovi híd felé irányzá, s eltűnt az éjhomályban. Véget.